e intro. Who got the power? Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit vissza a csatornámon, ez itt Whisperton, és a mai videó egy sales haul, azaz egy leárazás haul lesz. Biztosan sokan tudjátok, vagy tisztában vagytok vele, hogy nagyon sok volt nyár elején, illetve így karácsony után szoktak kidobni ezeket a leárazott termékeket, amiket elég jó áron beszerezhetünk, és hát igen, mindenkinek szüksége van leárazott dolgokra. És hol lehet a legjobb dolgokat beszerezni? Jó, ez nem igaz, de szerintem Bécsben. Bécs kvázi közel van Magyarországhoz, 2800-3000 forintért ki lehet jutni már busszal Bécsbe, oda visz ilyen 6000 forintos tétel. Nem mondom, hogy mindenkinek megéri, de nem olyan horribilis összeg. És ott van rengeteg olyan bolt, ami Magyarországon nincs, és én például szívem szerint nagyon szeretem őket. Ilyen például az Urban Outfitters, Forever 21, Rag, két pontosával, nem tudom, ezt így kell mondani. Szóval nagyon sok olyan bolt van, ami nincs Magyarországon, viszont a leárazásokkor nagyon, azaz, nem is nagyon, de jobb áron beszerezhetünk dolgokat. Nem húzom tovább a szót, kezdjük is a videót. Mint már említettem, az én általam legjobban lájkolt, imádott bolt, azaz Urban Outfitters, ezért lássuk, hogy mik vannak onnan. Az első dolog, amit beszereztem, az egy kappanadrág bolt. Ez valami eszméletlen jól néz ki, én imádom ezeket a termékeket. Az ilyen kicsit susogós, de nem is teljesen susogós, ilyen melegítős dolgokat, és ez most nagyon divatba jött, és egyébként nagyon szeretem, kényelmes, és annyira jól néz ki, hogy ilyen kappás maga a gatya. Szóval ez egy best of volt nekem, mert én egyet nagyon szerettem volna, és a színe is tök király, nem mondom, hogy a kék hajamhoz a legjobban megy most, de egyébként nekem tetszik, úgyhogy ez egy nagyon jó kis deal volt, mert azt hiszem, hogy fél áron lehetett megvenni. Ezt még így sem mondanám olcsónak, de jobb egy fokkal. A következő termék, amit beszereztem, az egy fürdőruha, egy fila fürdőruha. Szóval a fürdőruhára nagyon szükségem volt, és ez a fila is nagyon jó áron volt. Ennek ilyen gumis a dereka, és hát tök jól néz ki. Valószínűleg azok, akik követnek Instagramon, észrevehették, hogy mostanában megszállott vagyok az ilyen hasitasikkal, vagyis ezekkel a váltáskákkal, és hát ami most nagyon népszerű, nagyon elterjedt Instagramon is, meg minden social media site-on, az Eastpak. Biztos nagyon sokan ismeritek már a márkát, és ez egy piros, sima, semmi extra hasitasi. Ez is le volt árazva, én hasitasinak hívom, mindenki úgy hívja, hogy akarja. És ez is nagyon jól néz ki, még nem is volt rajtam, de nagyon tetszik. Egyébként láttam még egy nagyon jó filát is, csak az meg 50 euró volt, és ez még leárazva is nagyon drága. Nevermind. Szintén tehát az Urban Outfittersbe szereztem be ezt a Dickies-es pólót, Dickies, talán így kell mondani, de lehet, hogy rosszul mondom, nem tudom. Ezt is mostanában nagyon sok emberrel láttam, ez is tök jól néz ki, és le volt árazva szintén, tehát jobb áron lehetett megszerezni. Nagyon kis basic póló, de egyébként én ebből például egy L-eset vettem, azért egy kicsit ilyen oversize-abb legyen, hogyha akarja az ember, akkor be is tudja tűrni. Ez például szerintem nagyon jól néz ki a kappás nadrággal. Susogós naci. Aztán, amihez még hozzájutottam az Urban Outfittersbe, azonban ez például már nem ruhadarab, az a Mario, aki látta az előző vlogomat, ezt tudja, hogy nem sikerült akkor se kimondanom. Tehát ez az a Mario Badescu-s refreshing spray, ez egy facial spray, aloéval, rózsavízzel és gyógynövényekkel van ellátva ez a szumó. Ez egy ilyen igazából semmi értelme nincs dolog. Annyi a lényege, hogy felfrissíti az arcodat, egy kicsit a pirosságot ezt így visszafogja, amiben amúgy van igazság, és hát ja, refreshing, tehát király. Végül, de nem utolsó sorban, beszereztem egy ilyen championös pólót is az Urban Outfittersben. Egy championös pulcsim már volt, azonban szerettem volna valami olyat is, amit nyáron is tudok hordani, és hát menne jobban a kék hajamhoz, mint egy kék póló, ami egyébként már fakul és kb. Már csak szürke van benne, de nevermind, szerintem ez a póló nagyon királyul néz ki, ez is le volt árazva. Ez nagyon drága volt még így is, de úgy éreztem, egy ilyen pólóra szükségem van. Aztán a következő bolton megfordultunk, az a Zara volt. Itt rövid gatyát kerestem főként, és nagyon sokat felpróbáltam, amiből, hát igen, konkrétan egy volt jó. Vagy a derekamra nem jó soha, vagy a combomra valami mindig rossz vele. Úgyhogy itt egy rövid gatyát találtam, illetve egy nagyon király övet. A rövid gatya maga az így néz ki, igazából így semmi extrának nem tűnhet, egy fekete gatya, azonban van az oldalán egy zöld csík, ami szerintem rohadt királyon néz ki. Illetve a vége így le van szakítva, tehát egy ilyen kis stílusos fekete rövid gatyáról beszélünk, ez is szuper jó áron volt. Aztán a szóban forgó öv, az pedig igazából egy teljesen sima fekete bőrö, viszont ez 100%-ig bőr, és nagyon király, szerintem tényleg ez a semmi extra, viszont nagyon jó áron volt, és tényleg olyan jó bőrillata van. Szóval ez egy ilyen must have to dolog szerintem. Kb. Mindenkinek van fekete öve, nekem nem volt, most már van. Aztán a következő hely, ahova betévedtünk, az a Forever 21 volt, amit szintén nagyon szeretek, azonban őszinte leszek veletek, most nem nagyon találtam semmit. Két dolog volt, ami jó áron is volt, meg jó is volt az anyaga, meg a mérete is. Az egyik az egy ilyen nagyon 90s hangulatú ing, amit így lehet, hogy ránéztek, és azt mondjátok, hogy nem vennétek fel, de felpróbáltam, és
Nekem nagyon tetszett, meg nagyon jó volt akkor még a hajamhoz, mondom, most már azért kopik, de nekem ez nagyon-nagyon tetszik, ez is egy kicsit ilyen oversize, és ennek rohadt jó az anyaga, úgyhogy ezt nem mentem meg, és ez nagyon olcsó volt, azt hiszem. Aztán szintén Forever 21-os, ez a fehér póló, aminek egy rózsa van itt a mellkasán. Igazából ez egy galléros póló, egy piros kis csíkkal a gallér alatt, szintén az ujja is ilyen. Ez is ez a semmi extra, de mégis nagyon király, és nagyon jó áron beszerezhető termék, úgyhogy ez is nagyon tetszik, és nagyon jó döntés volt. És hát végül, de nem utolsó sorban Magyarországon is beszereztem egy nagyon király terméket, ami hát igen, sajnos nincs itt, ugyanis hosszú történet, a lényeg, hogy nincs most nálam. Tehát ez az itt található cipő, amit a Pixshoes-nál szereztem be, és annyira király ez a cipő, srácok. Ez hiszetek rohadt kényelmes, rohadt jól néz ki, és egyszerűen wow, nagyon jó, tényleg. Nagyon-nagyon nagy a színválasztók a Pixshoes-nál, mint láthatjátok. Eszméletlen királyok ezek a cipők, és ott is egyébként árazás van, hogyha gondoljátok, és szeretnétek jó cipőket, jó áron, Magyarországon, akkor a Pixshoes-ba mindenképpen jöttek el, ugyanis elég király. Igazából ennyi lett volna már ez a videó, ennyi dolgot szereztem be, nem sok, nem kevés, nem tudom, egy ilyen normál kis vásárlás. Remélem ettől független tetszett, ha igen, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot, és írjátok meg, hogy ti hova szeretnétek menni majd leárazásra, illetve milyen termékeket szeretnétek venni, vagy milyeneket vesztek, milyeneket ajánlatok, mik azok, amiket ti nagyon szerettek így ebbe a nyárias időben, ami most jelen pillanatban szerintem tök hideg, de mindegy. Szóval iratkozzatok fel, ha szeretnétek még látni ezt hasonló videókat, és találkozunk. Mikor is? Következő alkalommal. Sziasztok!